1965-öt írtunk, amikor ma már csak a képekben létező Sós Sándor művelődési házban megkezdődtek a Szabad Szél című darab próbái. A műhöz énekkar alakult, és bár a darabot már régen a feledés homálya fedi, az énekkar fennmaradt. Az elmúlt időt több száz fellépés, elismerés nemzetközi és hazai díj jellemezte. 1981 óta Jobbágyvalér vezeti az énekkart, akik most újabb lépés megtétele előtt állnak, a szintén magas művészeti fokon zenélő Szekszárdi Kamara zenekarral való fúzióval. Igazából 30 éve várunk arra, hogy a Szekszárdi Kamara zenekarral együtt tudjunk működni, különösen karácsonyi koncert keretén belül. Ugye valamikor a 80-as, 90-es években nem volt el karácsony, meg húsvét, vagy nagy hét, hogy valamilyen oratórikus mű meg ne szólalt volna ebben a teremben. Aztán hát sajnos különböző okoknál fogva ez abba maradt. Elsősorban financiális okoknál fogva, de nagy örömünkre szolgál, hogy a kamarazenekar új vezetője fantáziát lát abban, hogy a kórussal együttműködjön, és kifejezetten oratórikus vagy kantáta jellegű műveket előadjon. Ahhoz, hogy ez a folyamat folytatódjék, ahhoz szükség lenne arra, és lesz is arra, hogy fúvósokkal kiegészüljön a zenekar, és akkor egész biztos, hogy ez előbb-utóbb majd egy bővebb társaságot jelent, részben a vonósokban is, részben pedig, hát, mint említettem, a fúvósokban. Úgyhogy rajtunk nem múlik, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a továbbiakban ez az együttműködés ez folytatódjék. Mindenféleképpen afelé szeretnénk elmozdulni, ha minél többet együtt tudnánk játszani, akár nagyobb apparátussal, hogy ez hány zenészt jelent pontosan, vagy hogy milyen művek szólalhatnak meg, ez majd még a jövő titka, de e felé törekszünk. Természetesen majd meg kell azt néznünk, hogy az időbeosztás terén, hogy kellő mennyiségű próbáljon rendelkezésre, hogy kivel hogy tudunk. Én azt sem tartom kizártnak adott esetben, hogyha a városból mondjuk két kórus egy programban vagy egy műsorban lépne föl a zenekarral, tehát én nekem vannak ilyen elképzeléseim is, ahol már nagyobb kórus művek is megszólalhatnának zenekari kísérettel. Össze kell szoknunk, tehát én próbálom itt a Tolna megyei kollégákat mozgósítani, zenészeket, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy többen is elvállalták a felkérésünket. A Szekszárdi Filharmonikus Zenekar hivatalos színre lépésére még várni kell egy kicsit. Január 22-én ismét a nagy közönség elé áll majd a közös zenekar. Addig még Jobbágy Valérrel a mögöttük álló évről beszélgetünk. Ez borzasztó nehéz. Ennek az egyik oka, hogy én többfelé vagyok elkötelezett, és nem mindig tudom összeszedni a gondolataimat, hogy utoljára mit is csináltunk, de az egész biztos, hogy
hogy össze volt néhány fellépésünk. Amikor október végén, november elején tudtunk nekiállni ennek a programnak, még akkor is, hogyha ennek egy része, elsősorban az a cappella rész, az a korábbi években már megszólalt, de hát ezt a karácsonyi misét, amit a zenekarral csinálunk, ez teljesen új számunkra, és újan kellett tanulni. És ugyan lesz két Buxtehude dekantáta, ami sok évvel ezelőtt már megszólalt, de az is lehet, hogy 10 éve ment utoljára, és hát azért nálunk 10 év az hosszú idő, úgyhogy ahhoz éppen elég, hogy mindent elfelejtsünk belőle. Az idei esztendő tehát a tovább lépést hozhatja a Madrigál kórus életében. A cél a magas minőség megtartása mellett az új formáció életképességének bizonyítása, önmaguk, a zenész társadalom és a nagy érdemű előtt is.